Hallottam. Ezt egy püszkölő, sehol nem találtam meg, hogy mit jelent. Legutóbb egy koncerten így szintén a tétovasságomban nem tudtam hogyan felkonferálni, és török barátaink is segítettek. Kiderült, hogy ez annyit jelent, hogy bojt, bojt. Tehát függöny, bojt, vagy rojt, más néven. Hát ez következik most. Egyébként ez is valami rettenetesen szomorú szerelmes történet, mint amennyire az összes többi török népben. Vidámság alig van, akkor inkább majd külön szólok, ha arról van szó, hogy valami beteljesült szerelem, vagy valami hasonló érlelődne. Egyébként ez nem különösebben divat, hogy a püszkülítőben sem. Jól van? Oh.
Szertokja mellett, és megmutatja a zenekar már megjelen nagy lemezét, illetve azt a lemezt, amit még csak elméletben tudok ígérni, hogy lesz, két héten belül lesz, kapható egyébként a Kaláka zeneboltban, Arasinda 1, ez egy piros lemez, és a következő az teljesen tök ugyanígy fog kinézni, csak éppen fehér lesz, ez az Arasinda 2, hát erről a zenéről van szó, ma is keverve játszik a műsort, van amelyik ezen található, meg teljes és végleges nagy formájában, van amelyik az új lemezről. Az első dal, illetve a következő dal a Jenny Hamann Ösztinek, tehát az új fürdő tetejével foglalkozó török népdal. Más érdekesség is van, de ezt már csak népszerűzt merem elmesélni bárkinek is. Tehát ez a dal, ez az első lemezen található, így szól. Thank you.
Köszönjük, Gyuri.